Szabó Katalin az 1984-es olimpián Los Angelesben 4 versenyszámban szerzett aranyérmet és egy ezüstöt. Emellett a világ és Európa bajnokságokon is remekelt. 17 alkalommal kapott maximális 10-es pontszámot a tökéletesen végrehajtott gyakorlataira. 2008-ban megkapta a román sport legmagasabb kitüntetését, a sportérdemrend első fokozatát és a Román Nemzeti Sporthivatal legendás bajnokok díját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok! Jó napot! Bodor Lászlót is üdvözlöm a stúdióba, a Sportolimpia elnökét. Először van Kolozsváron. Igen. Tetszik a város? Nagyon milyen szép élmény nagyon itt lenni? Szép. Köszönöm szépen. Szép, nagyon szép. Hát sokat nem tudtunk nézkelődni, nem volt idő, de nagyon szép, úgyhogy még fogok jönni biztos. Óriát, a nézők is láthatták, hogy milyen nagy tapsot kapott a tegnap este, és milyen mennyire meghatódott a rajongástól, még most is, ahogy visszanéztünk, még nekem is könyvszökött a szemembe. Azt gondolnánk, hogy az olimpiai bajnokok hozzászoktak a tapshoz, mégis ennyire meghatódott. Milyen volt? Nagyon szép volt, és pláne az, hogy nem a tegnap történt. Már van egy jó pár éve, 30, nem is mondok többet, mert ez is túl sok. És hát nagyon szép volt, nagyon meg voltam hatódva. Igen, és hát nincs szó hozzá. Tehát nehéz nagyon, ezeket szavakba foglalni. Nehezebb ezt, mint tornázni. Tehát ez meghatóbb volt, mint átvenni az aranyérmet? Igen, és még azt is meg kell mondjam, hogy én amikor az olimpián nyertem, és feltették a medált a nyakamba, én soha nem sírtam. De az este sírtam. Annyira szép volt, annyira értékeltem. Hogyan fogadta a felkérést? Hogyan fogadta azt, amikor felkérték, hogy ön legyen a Sportolimpia fővédnöke? Olyan gyors volt minden, olyan hamarosan minden bejött, hogy tudjak ideérni, hogy köszönöm Lacinak. Nem is tettem fel a kérdést, hogy jöhetek vagy nem, hát persze, hát egy kicsit meg kellett ott mindent organizálni ott otthon, de... Otthon Franciaországban mondjuk el, hogy otthon Franciaországban, igen, 25 éve, hogy kint vagyok. Otthon itt is, mert Zágonban is van, Déván is van, ahol tornáztam, úgyhogy mindenütt otthon vagyok. Mindenütt. Ebben még belekapaszkodunk, és kíváncsi leszek, hogy milyen... mennyire kötődik Zágonhoz, illetve milyen Franciaországba. De hogy maradjunk a kérdésnél, Lacit azért megkérdezem, hogy honnan jött az ötlet, hogy Szabó Katihoz forduljatok? Egy picit visszamennék a sportolimpia történetében, ugyanis mi azt a célt fogalmaztuk meg már 10 évvel ezelőtt, amikor az erdélyi kupákat elkezdtük ugye különböző sportágokból, jó lenne egy mega rendezvényt összerakni, olyan értelemben meg a rendezvényt, ahol sokkal könnyebben, és nyilván a sajtó segítségével, a média segítségével sokkal könnyebben tudjuk kommunikálni a két fő alapvető célját a rendezvénynek, a mozgás népszerűsítését egyrészt, másrészt meg az egészséges életmódra való nevelést. És akkor hát nyilván itt jött be az, hogy nézzük meg azokat az erdélyi magyar sportolókat, akik letettek valamit az asztalra, és ha lehetőleg a legeredményesebbeket kérjük föl ezeknek az alapelveknek a nagykövetének, fővédnökének. És hát nem kell sokat keresgélni azért, hogy ki a legeredményesebb erdélyi magyar sportoló, ilyen all time, ez Szabó Kati. És hát akkor nyilván elkezdtünk érdeklődni, hogy is tudnánk felkérni őt egyáltalán, hogy érünk el hozzá. És el kell mondjam azt, hogy az első telefonbeszélgetésünkkor nagyon pozitív volt, nagyon nyitott volt az a beszélgetés, ott már éreztük, hogy akkor ebből fővédnökség lesz, és ha minden igaz, akkor sikerül Kolozsvárra is elcsalogatni. Kimondottan megtisztelő és kimondhatatlanul örülünk annak, hogy ezek a célok megé a világ egyik legjobb tornásza beállt, és ezeket az üzeneteket közösen tudjuk közvetíteni az erdélyi magyar közösség fele, középiskolások fele, pontosan azért, hogy minél többen mozogjanak, minél többen álljanak fel a számítógépek mellől, ugye ne éljek készségkel, de hogy álljanak fel a számítógép elől, és menjenek ki, és mozogjanak.
Kati, ön Franciaországban él. Igen. Milyen ott, illetve mennyire gyakran jár haza? Hát egy évben kétszer-háromszor szoktam hazajönni, nyáron több időre, mert akkor vakáció van a gyerekeknek, és akkor az könnyebb megoldani mindent. Ahogy tudok, jövök. Hát úgy is volt, hogy hétvégére is jöttem, már muszáj volt, hogy jöjjek haza, lássam a Zágont, vagy vegyek egy kis levegőt onnan. De annyira fontos Zágon? Annyira nekem mindenem szerint. Zágon, mindenem, igen. Hát lehet, hogy amiatt, hogy nagyon korán elkerültem otthonról, most nem, hogy ki akarnám pótolni, mert biztos nem fogom ki tudni pótolni, de nagyon hiányzik a Zágon, igen. És ahogy tudok, annyiszor jövök, igen. Mert hát valóban nagyon korán elkerült ugye Zágonból, 6 évesen kezdte meg Onesten a tornász életet. Igen. Az milyen volt? Egy 6 éves kislánynak milyen az a, hát kívülről nagyon kemény, kegyetlen világnak tűnik? Hát biztos, hogy nem volt könnyű már azért is, amikor én mentem Onesre, nem tudtam románul. Egy az, hogy nem tudtam románul, nem értettem abszolút semmit, és még egy nagy gond volt, hogy a szülőktől messze voltam. Ez volt a legnagyobb baj, mondjuk, hogy hiányoztak erősen a szülők, és a nyelv nem tudtam. Aztán biztos hamarosan megtanultam, mert jól beszélek románul most. Tehát muszáj volt, nem volt más. Muszáj volt, és az első edzők ráadásul Mária Koszmá és Mihály Ágoston. Igen, Onás, nem. Én amikor... Később jött Károlyi Béla. Nem, pont fordítva. Fordítva igen, én amikor Onásra kerültem, akkor a Béláékkal kezdtem. És amikor Béláék eljöttek Dévára, akkor maradtam velük a Ágoston és a Mária Koszmával. Egy pár évet, nem tudom, 2 évet, és aztán mentem... Dévára. Ugyanott a Bélával folytattam. Milyen élmények kötik a Dévához? Azért erre szerintem mindenki kíváncsi. A Déva nekem a kicsi Párizs. Mindig így mondtam. Igen, mert hát ott töltöttem egy jó pár évet, majdnem 10 évet, igen, ott tornáztam. Ott lett egy nevem, ott lettem a személy, ami vagyok, mert hát persze a tornával keményebb vagy, programot ismersz, minden olyan a torna, olyan, hát be kell tartani. Katonaság. Sok katonaság, igen, de nem rossz, mert az életnek sokat jelent ez. Úgyhogy még mai nap is megvan ez a katonaság bennem. És de Déván mindig nyáron szoktam hazamenni Dévára is. És milyenek voltak az első sikerek, és aztán nyilván az olimpiai szereplések? Hát, tehát az motiválta Katit, hogy az érem megszerzése is? Lehet is, igen, de mondjuk amikor 80-ban kezdtem az első Európa-bajnokságot, hát pici voltam, persze Lyonban volt, mentem, hát küldtek biztos, és akkor az első versenyen megnyertem a 4 aranyat. Hát persze, hát nem volt semmi akkor, és akkor mintha jött volna minden, már így kellett, hogy legyen, úgy minden ment egy bandán, tudod, ment. Na és akkor jöttek 82-ben ugyanaz Európai Bajnokság, 83-ban jött a Világbajnokság, és aztán amikor egy kicsit kezdett megszokni, akkor minél több kell. Mert, na, hogy mutasd meg, hogy ki vagy. Én mindig nekem ez volt, hogy azért dolgoztam, hogy mutassam meg, hogy ki vagyok, és hogy mit tudok. Kati, kik voltak akkor a nagy ellenfelek tornában? Hát az oroszok voltak akkor. Uh-huh. Az oroszok voltak, aztán később jöttek a kínaiak, de inkább az oroszok. És aztán pláne hát a 84-es olimpián voltak a... Nem voltak, volt a Merilu, mert hát csak mi ketten voltunk. De volt egy nagyon szoros versengés egy amerikai tornászlánnyal, hogyha jól emlékszem. Igen, a Merilu volt. Igen. Igen, a Merilu volt, igen. Ahol hát ő megvárt a 005-tel, és hát mi ketten versenyeztünk akkor, mintha csak mi ketten lettünk. A világon, a világ legjobbja. Azokban az időkben hát igazi sztárok voltak, de azért kiderült azóta, hogy Szabó Katit, akkor Ekaterina Szabót azért nem ünnepelték akkora lendülettel, mint román anyanyelvű társait, hasonló eredményeket elérő társait.
Nem. Ezt érezte akkor? Nem. És azt sem tudom, hogy miért a Katalinból lettem Ekaterina, ki csinálta, miért csinálták. Mert hát ez miért csinálták? Igen, biztos azért, mert magyar voltam, és akkor kellett egy román név, de nem éreztem. És nem is vettem föl, nekem csak a torna számított, és nekem az edzések voltak a fontosak, és a torna, és aztán jöttek a versenyek, és jöttek az érmek is aztán. Katia, hirtelen, talán 20 évesen, hirtelen vonult vissza. Mi történt akkor? Hát az történt, hogy akartam egyebet is csinálni, nem csak a tornát, hát gondoltam, hát hogy nagyon sok volt. Hát az utolsó évek nagyon kemények voltak, és úgy döntöttem, hogy hagyjam abbas, hogy menjek egyetemistára Bukarestbe, és na hát így. De azt már az utolsó évben már egy kicsit kezdtem magamon dolgozni, hogy szokjam meg, hogy nem fogok többet tornázni. Igen. Tehát erre is fel kellett készülni. Fel kellett készülni, mert nem könnyű. Amúgy a tornász hány éves korig művelhető, vagy nincs? Hát nincs kor. Nincs kor. Ameddig bírod. Ameddig bírod, mert ameddig vannak viszi. Sportágok, hát ahol persze. Van. És akkor miért Franciaországba telepedett le? Hogyan esett a választás Franciaországra? Ami olyan messze van Zágontól. Hát igen, messze van. Csak egy nap kell odáig. Hát miért Franciaország? Hát jöttek a szerződések, és akkor választottuk a Franciaországot, már gondoltuk, hogy a nyelv könnyebb, mert ahogy beszéljük a románt, akkor hasonlít. És akkor így maradt Franciaország. Közben folytatódik a sportolimpia, és itt nagyon telnek a percek, hát már olyan sokkal kibeszéltük az időt, de gyorsan mondjuk el még, hogy mivel folytatódik ma a sportolimpia, milyen sportágak és mire számíthatunk? A tegnapi nyitógálán díjaztuk ugye az atlétika és úszás próbánkat, ugyanis azok a tegnap be is fejeződtek. De elkezdődtek a csapatsportok is, röplabda, kézilabda, kosárlabda és labdarúgás. Ma délután meg fog születni a kézilabdába a bajnok és röpibe is, illetve holnap fociba és szombaton kosárlabdába fogunk díjazni. Tehát zajlik az élet a sportolimpián. Zajlik az élet, harcolnak a csapatok, és mindig azt mondjuk, hogy ne felejtsék el soha a fair play szellemét, tehát próbáljanak ez egy bő keret, de ezen a kereten belül sportolni, mozogni. Közben kíváncsi vagyok, hogy Katinak volt azóta kapcsolata a romániai sportélettel. Voltak felkérések, meghívások? Ja, persze, hát voltak. Voltam többször meghívva Bukarestbe, voltak ilyen gálák, voltak, persze, sokszor voltam, igen. Még mondjuk nem felejtettek el annyira. Hát meg ugye ott van a két kitüntetés is. Ja, igen. Ha jól tudom, az egyiket még a Constantinescu idejében, alatt, és aztán a következőt azt Băsescu idejében. Igen, tehát a román sport legmagasabb kitüntetése tulajdonképpen. Érdemrend, a sport érdemrend első fokozata, illetve a román nemzeti sporthivattal a legendás bajnokok címe. Kati, milyenek a mindennapjai most? Itt vagy ott? Hát, foglalkozok a két fiammal. Hát milyen otthon. Mekkorák a fiúk? A Lorenzo 19 éves, a Zeno 13 éves. Ott körülötte. Ilyen nagyok, kicsik. Ja, és a hazaköltözésen gondolkodott? Hogyha annyira szereti Zágont? Ja, gondolkozok rajta, csak aztán még nőjenek a gyerekek. Igen, még nőjenek. Igen. Hát Kati, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és megtisztelő, hogy szépen. Itt van velünk Kolozsváron. Köszönöm. Bodor Lászlónak is köszönöm, hogy eljött, és ezt a csodálatos ötletére egy óriási gratula, hogy Szabó Katit elhozta. Köszönjük szépen! Köszönjük.